Folytatódik a napi aktuális, és elkezdjük a vitát Gáspár Kristóf és Bot Hunor a vendégeim. Szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Örülök, hogy eljöttetek ma este. Vágjunk is a közepébe az atlétikai világbajnokság kapcsán, hogy Fűrjes Balázs elmondta, hogy sikerült megoldani a politikai ellentéteket, feloldani ezt a vitát, ami megelőzte a beruházást. Ugye 6 év munkájáról beszélünk, de azért azt mindenki tudja, vagy sejti, hogy tehát azért a színfalak mögött nem volt ennyire egyszerű az, hogy dőlőre jussanak. Miért kíséri szerintetek mindig egy ilyen kiélezett politikai vita, mondjuk egy atlétikai VB megrendezését? Szerintem az önmagában helyes dolog, hogyha azt mondjuk, hogy a kormánynak célja volt, és hogy az atlétikai VB-t Budapesten, Magyarországon kerüljön megrendezésre, és ezért cserébe egy kerületi vezetés, illetve egy fővárosi vezetés az kér valamit cserébe. Szerintem ez egy politikai alkuk, minden normálisan működő országban így működnek, és látható, hogy még a 9. kerületi polgármester azért meg is kapta nagyjából ezeket, hiszen volt azért bérlakásfejlesztés, parkosítás, tehát egy csomó egészségügyi centrum fejlesztés, ezt megkapta. Fővárosban viszont azért elmaradoztak, ugye főként az egészség és Budapest programot szokták kiemelni, ahol ugye 50 milliárdot kellett volna megkapni a Budapestnek, illetve a keleti önkormányzatoknak az egészségügyi intézmények fejlesztésére, CT és MR beszerzési programra, és ugye ezt jól tudjuk, ezt Gulyás miniszter is többször elmondta, hogy hát ebből ugye nagyjából picit több mint 20 milliárd forint érkezett meg, ami azért nem 50 milliárd, ezt azért jól látjuk, és az utóbbi egy évben nem is történt ilyen utalás a kormány részéről. Szerintem fontos, hogy ezeket a pénzeket megkapja Budapest, hiszen ezek azért jó célra mennek el, egészségügy fejlesztés, szerintem mindenkinek az érdeke, minden Budapest érdeke. Most ebből valamelyik sikerült talán újra kiharcolni a Karácsony Gergelynek, jó lenne, hogyha nem ilyen, hát tényleg ilyen kellemetlen harcokat kellene megvívni neki sem, illetve a kormány oldalán. Igen, de közben érdekes, hogy Lázár Jánosnak is egy fizetési felszólítást küldött Karácsony Gergely a Lánchíd kapcsán a 6 milliárd forintról. Hát szerintem nem is ez a számháborúzás zajlik feltétlenül a háttérben, hanem van-e a főpolgármester úrnak egy olyan természete, hogy amíg folyamatosan tiltakozik, és minden egyes porcikájával ellenkezik az összes olyan a magyar nemzet számára fontos dolog ellen, mint például most az atlétikai VB, és aztán amikor meg látja az eredményeket, látja, hogy a munkának, az építkezésnek szép eredményei vannak, ahogy a Városligetben is, akkor szépen megjelenik, és eljárja a pávatáncot, megmutatja magát, és úgy csinál, mint hogyha ő központi szerepet játszott volna ebbe a dologban. Holott nem egészen így van, konkrétan ellene kampányolt. És hát, ha már említetted, hogy elmegy a megnyitóra, az is érdekes volt, hogy a Puskás stadion építése is rendkívül sok politikai vitát szült, folyamatosan a pénzösszegekkel dobálozott az ellenzék, elmondták, hogy mennyire felesleges, Fekete Győr András is elmondta, hogy ugyan elmegy a Puskásba, de miért kellett ennyi pénzt rákölteni, majd utána nemzeti színű csíkokkal az arcukon boldogan szelfiznek a meccsen, szurkolnak a magyar válogatottnak, vagy bármelyik magyar csapatnak, és éljenzik a győzelmet, és örülnek annak, hogy van egy ilyen létesítmény. Ez csak a saját vélemény buborékuknak szól akkor, ez a tiltakozás? Szerintem az, hogyha valaki a magyar sportolóknak, nemzeti válogatottnak akar szurkolni, az legyen ellenzék, legyen kormánypárt, ezt ne vitassuk el, magyarok vagyunk, tehát mindannyiunknak egy közös csapata van, hogyha például fociról van szó. Az viszont szerintem egy legitim kérdésfelvetés, és azért ezt az ellenzéki választókat érdekli, hiszen a fideszes választókat is érdekli, hogyha a kormány egyszer azt mondja, például Puskás kapcsán, hogy lesz egy nagyon szépen megépített vadi új stadion, csomóféle funkcióval 80 milliárd forintért, majd eltelik 3-4 év, és már kevesebb funkcióval, hiszen ugye nincsen futókör a tetején, mint hogy az eredeti tervekben volt, és 200 milliárd forintba kerül, tehát erről azért szerintem érdemes, hogyha egy beszélgetést lefolytatunk, hiszen azért nem felejtsük az ellenzéknek alapvetően az a feladata, hogy hát a kormány adat ellenőrizés, és a kormány, aki majdhogy nem azért kétharmaddal, többséggel korlátlanul használhatja fel a rendelkezésre álló pénzmennyiséget, hogy azt jól költi el, vagy rosszul költi el, szóval ez minden választónak az érdeke, hogy ez ellenőrizve legyen, és nyilvános vita folyjon erről. Lehet, hogy ez a számháború nem fontos, de szerintem azért fontos abból a szempontból, hogy hát mégiscsak láthatóan nehéz gazdasági helyzetben van az ország, az utóbbi pár évben már abban volt, szerintem minden forintot meg kell becsülni, és a kormány is bízom benne, hogy azért dolgozik, akár itt az atlétikai VB kapcsán is, hogy ne pénzpazarló legyen, hanem a keretek között azért megmaradj. Hát ez ismerős ez a történet, amiről beszéltél, hiszen a Lánchídnál is ez volt, hogy ugye jóval kevesebb funkció, és többbe került a végeredmény, a felújítás, mint a tarlós féle tervek szerint készült volna ez a
a Láncid rekonstrukció. De a kormánynak ez nem került pénzébe, hiszen nem adta meg azt a 6 milliárd forintot. Igen, de most nézzük meg egyébként, hogy a Városligetben milyen kutyakomédia volt éveken keresztül, amit az ellenzék azért folyamatosan táplálta azt a tüzet, amit ott az ott ilyen állomásozó ilyen félhajléktalan emberek ott... Ligetvédők, rájuk gondolsz? Igen, ligetvédők. Kik fölmásztak a különböző munkagépek tetején, és verekedtek a biztonsági Igen, és ott elmondták, hogy itt a kormány mekkora károkat fog okozni, és aztán amikor látták, hogy milyen szép lett a Városliget, és mennyire megújult, és mennyi szabadidős tevékenységet tudott folytatni, akár idős, akár fiatal, akkor hirtelen megváltozott a vélemény, hogy van ez a dolog, tehát hogy ez abszolút készszínűség. Nem tudom másnak nevezni. És ha már Karácsony Gergely szóba került, ő azt mondta az augusztus 20-ai tűzijátékról, hogy ideje lenne leszokni erről a káros szemedéről, a Sziget Fesztivál kapcsán, és ugyan köszöntötte a szigetelőket, és elmondta, hogy ez most a Szabadság szigete lesz egy hétig, majd utána mondta, hogy a tűzijáték mennyire káros ott is, és hogy megijeszti a madarakat. Miért? És azért az ellenzéki politikusok is kicsit így egymásnak estek, vagy így vitatkoztak azon, hogy kell-e tűzijáték, mit ünneplünk augusztus 20-án. Van olyan pont véleményetek szerint, amiben egyet tudnak érteni, azon kívül, hogy Orbán Viktor kormánya csak rosszat tud tenni? Szerintem augusztus 20-a is pont olyan, mint a magyar válogatottnak való szurkolás, csak ez annyival több, hogy még a focit nem minden magyar szereti, tehát nem feltétlenül kötelező neki szurkolni a magyar válogatottnak, addig ez a közös államiságunk, a magyarságunknak az ünnepe, mégiscsak egy több mint 1000 éves államnak vagyunk mi az állampolgárai, tehát így szerintem itt közösen, közös ünneplésről van most is szó. Az, hogy ez milyen formában történik meg ez az ünneplés, arról szerintem már lehet beszélgetni, hiszen ne felejtsük el, a mindenkori magyar kormány, legyen az egy Antal kormány, egy Gyurcsony kormány, vagy pedig egy Orbán kormány, bármelyik időszakból, neki ez a feladata, hogy az ünnepséget méltó keretek között megszervezze. Semmi más feladata nincsen ebben. És arról, hogy aztán itt van-e tűzjáték, vagy nincs-e tűzjáték, ez minden évben pontosan lezajlik ez a vita, most is lezajlik, szilveszterkor is leszokott zajlani, ami arról szól, hogy akinek van háziállat, az pontosan tudja, hogy hogyan reagálnak az állatok az ilyen tűzjátékra, aki volt már ilyen tűzjátékon, az pontosan tudja azt is, hogy ennek milyen káros környezeti hatásai vannak. Ezek egy tények, tehát hogy ezekről nem érdemes vitatkozni. A kérdés az, hogy ezeken túlmenően van-e annyi hozzáadott értéke az ünnep szellemiségéhez egy ilyen tűzijátéknak, hogy emiatt meg kell rendezni ezt a tűzijátékot ennyiért, ilyen formában, vagy pedig egy kisebbel, másmilyen módon, máshogyan kell megrendezni. Szerintem az, hogy egy zöld politikus azt mondja, hogy ne legyen tűzijáték, az egy megérthető álláspont, mások meg azt mondták, hogy legyen ettől függetlenül tűzijáték. Karácsony Gergely, mint zöld politikus? Hát magát arról azt mondja, hogy zöld politikus. Annak tartja magát, igen. Az a véleményem, ugyanaz a véleményem, mint az atlétikai BB kapcsán, hogy egyszerűen itt nem erről szól az egész történet, hanem az, hogy nyilván ami a nemzeti gondolkodású embereknek fontos, az államalapítás ünnepe, Szent István ünnepe, az nyilván Karácsony Gergelynek nem annyira fontos, és őt kifejezetten zavarja, hogy ekkor az emberek jól érzik magukat, tehát itt nyilván igazad van abban, hogy nyilván zavarja az állatokat, de hát vannak ünnepélyes pillanatok az ember személyes életében is, egy születésnap, nyilván az is felesleges kiadása, hogyha úgy vesszük egy tortának a megvásárlása, de hát meg kell állni ilyenkor, és végig kell gondolni, hogy egyébként ez az ország 1000 éve áll, és mennyi szenvedés és veszély közepette fent tudott maradni. Tehát, hogy ha így vesszük, ez egy összetartó erőt tud adni, és arról is beszélt egyébként Karácsony Gergely posztban, hogy hát ezekben a nehéz években miért kell ilyenekre költeni. Érdekes, hogy egyébként a 40 tanácsadójára nem sajnálja a fizetést, illetve az elmúlt években, hogyha megnézzük, az összes fővárosi önkormányzati cégnél jóval több volt a személyi kiadás, mint a tarlós időszakban, és azokon valahogy nem akar spórolni, vagy például a bicikli utakon, most is éppen a mai hír, hogy láttam, hogy 1,6 milliárd forint fog jutni ezekben a nehéz években, ahogy ő fogalmazott, további bicikliút fejlesztésekre, amik nem biztos, hogy mindenkinek, minden budapestinek az érdekét szolgál. És ha már az ellenzék szóba került, tegnap beszélgettünk itt a stúdióban arról, hogy a nehéz gazdasági helyzet, a valóban magas infláció, a különböző megélhetési nehézségek ellenére nem tudnak közelebb kerülni az ellenzéki pártok a kormánypárthoz. Stabilan őrzi az előnyét a Fidesz, stabilan őrzi azt az előnyét, amit felépített az évek során. És ugye erre kerestük a választ, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy miért van az,
hogy egyszerűen nem tudnak közelebb férkőzni, akkor sem, amikor valóban komoly témák vannak, amiben idézőjelben téve belekapaszkodhatna az ellenzék. Szerintem két fő tényező van, az egyik az, hogy magyar társadalom azért nem felejt abból a szempontból, hogy azért ennek a kurzusnak, ez már a talán harmadik, negyedik olyan nagy országos válsága, amit mindannyian érzünk a bőrünkön, IMF válság, vagy hát gazdasági válság hatásai, migrációs válság, Covid válság, és most ez a típusú gazdasági válság. És egyszerűen a korábbi válságokat a Fidesz kormány jól tudta kezelni, megoldotta őket, az emberek elhiszik, hogy most is meg fogja oldani. Szerintem ez egy tényező. A másik tényező pedig az, hogy szerintem az ellenzékben nagyon sokan gondolják azt, hogy a fideszes szavazók nincsenek tisztában az ország helyzetével. Most napokban jelent meg egy ideaintézetes kutatás, ami pont azt bizonyította, hogy a fideszes szavazók is pont annyira tisztában vannak az ország nehéz gazdasági helyzetével, mint az ellenzéki érzelmű szavazók. Egyszerűen csak a helyzet az, és ez nyilván az elsővel összefügg, hogy alternatívát viszont nem látnak az ellenzéki oldalon, egy olyan erős alternatívát, ami minden felvetett kérdésükre választ tudna adni, és nyilván ugye 2022. április 3-a azért az egy nagy csapdahelyzet az ellenzéknek, abból kitörni egyelőre nem sikerült, de azért én azt gondolom, hogy az ősz az ebből a szemben forduló pontot hozhat, hiszen azért a pártok jelentős része kampányban jobban szokott teljesíteni, mint a nem kampányos időszakokban az ellenzék oldalon. Azzal én is teljesen egyetértek, hogy az emberek érzik a stabilitást a jelenlegi kormánypártok mellett, tehát nyilván nem akarnak egy olyan egy széttagozódott, széttörezezett, hat irányba húzó ellenzék mellé besorolni, és emiatt stabil a kormánypártok előnye. És másik pedig az, hogy nem látunk olyan vezéregyéniséget az ellenzéki oldalon, aki ezeket a különböző irányokat egy irányba tudná terelni. Szerintem ez is egy fontos szempont. És amit azzal is egyetértek maximálisan, hogy nem tudtak még felállni a pofonból. Tehát a április 8-ai pofon április 3-ai pofon az annyira erős volt, hogy szerintem még most is nyalogatják a sebeiket. Gáspár Kristóf, Botthunor, köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy itt voltatok a stúdióban.